Kedves vendégeink, kedves közönség, lassan 100. életéve felé közeledik a szlovákiai magyarság. Ugyan ebben a létben nem önkéntesen kerültünk, de annál nagyobb kitartással és helytállással kívánunk boldogulni. Az eltelt évtizedek alatt megélve a világháború utáni időszakokat, a szocialista rendszert, majd a demokratikus fordulatot, mindez generációk számára jelentett megpróbáltatásokat, de lehetőségeket is egyaránt. A traumák feldolgozása és az esélyek megragadása a mindenkori közösség tudati és lelki állapotától is nagyban függött. A múlt ismerete ezért elengedhetetlen. A jövő és a jelen sikereihez, a közösségi fejlődés folyamatának megismeréséhez, az elvétett hibák, a felszín alatti problémák megoldásához. Vajon a szlovákiai magyarság megfelelően tudta kezelni a történelem fordulatait és örökségét? Hogyan volt képes megújulni és megmaradni ezen időszak alatt? Ismerjük-e egyáltalán a közösségünket, és mit tehetünk a fejlődéséért? Mindenről és még reméljük sok más érdekességről fogunk ma beszélgetni a szezonzáró Rimaszombati Kávéház előadásában Békovács Istvánnal és Simon Attilával. Még így előjáróban megjelzném, hogy nyugodtan lehet rendelni, fogyasztani, a kávéház élete nem áll le attól, hogy itt még rendezvény folyik. Tehát ez senkit se akadályozom meg abban, hogyha éppen szomjas. Úgy gondolom, hogy azért itt az úriembereket valamelyest ismerjük, vagy személyesen, vagy hallásból, vagy látásból, de azért egy kicsit, úgy gondolom, szükségszerű bemutatni, hogy mégis ennyi időszak alatt, ennyi év alatt, amennyit már a szakmában, illetve a szlovákiai magyarságért tettek, mégis ez milyen folyamatok révén történt. Békovács Istvánnal kezdeném, aki rimaszombati születési Baraccán nevelkedett, tanulmányait Budapesten folytatta, néprajzot és régészetet tanult. Ennek alapján régész és néprajzkutató, helytörténész, de én hallomásból úgy tudom, hogy különleges szakmája a gömörológia is. Oktatóként is tevékenykedett Nyitrán és a Tompamian Református Gimnáziumban, valamint ásatásokat is vezetett Méhiben is, aki még emlékszik rá, a Rimaszombat főterén is. Többszörösen kitüntetett szakmai és közösségi tevékenységért, jelenleg pedig a Szlovákiai Református Keresztény Egyház Rimaszombati Egyházi gyűjteményét igazgatja, felügyeli. Gömörország folyóiratot alapítója, főszerkesztője, meg annyi könyv és cikk szerzője. Az előadás után amúgy kapható 1 eurós hozzájárulással könyvei közül, valamint a Történelmi Gömör-Kishonti Múzeumi Egyesület elnöke, illetve újraalapításában nagy szerepet játszott. Természetesen Simon Attilát sem hagyhatom ki, aki meglepő módon szintén rimaszombati születésű, tanulmányait Pozsonyi Comenius Egyetemen és Pécset végezte, magyar és történelem szakon. Foglalkozása tekintve történész, pedagógus, a Sejé János Egyetem oktatója, valamint a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Alapító elnöke a Történelem Tanárok Társulásának, tagja a Magyar Tudományos Akadémia, Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanácsának, többek között kezdeményezője és szerkesztője is az új típusú szlovákiai magyar történelmi könyvnek. Szakterületét tekintve 1918-tól foglalkozik a manapjainkig Szlovákia történetével, azon belül is a két világháború közötti magyarsággal, valamint történelem tanítás és a történelem írással is. Illetve meg annyi szintén magyar és szlovák cikkek szerzője és könyvek társszerzője is. A mai témánk, ami miatt itt vagyunk, és nagyon köszönöm, hogy ilyen szép számban összegyűltek, ez lényegében az a 94 évnek a, hát úgy is mondjam, nagyon gyors átfutás, nem is nagyon gyors, de inkább érdekes értékelése, amit mi itt szlovákiai magyarokként eltöltünk lassacskán. Én kérdezném, szabadon lehet válaszolni, nem szabok sorrendet, aki éppen úgy érzi, hogy akar válaszolni, hogy két világháború között, ugye ez az időszak, amely leginkább elsőként rányomta a bélyegét a szlovákiai magyarságra. Eleget tudunk erről az időszakról így utókorra nézve, 94 év táblatából. Milyen tanulságokkal szolgálhat ez? Köszönöm.
Hát nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és hát nagyon örülök, hogy eljöttek, és a férfiak is úgy gondolták, hogy fontosabb ez, mint a foci, mert ilyenkor meg szokott alni az élet. Hát nehéz kérdés, hát ha röviden kellene válaszolnom, azt mondanám, hogy nagyon keveset tudunk még mindig a saját múltunkról, tehát ennek van egy nagyon fontos oka az, hogy az a világ, amelyben ez a közösség több mint 90 éven át élt, annak sosem volt igazából, hogy így mondjam, érdeke, hogy megismerjük a saját múltunkat. Hiszen ha csak az 1945 utáni korszakra gondolok, de hát vissza is mehetnék, a szlovákiai magyarságnak mindig hiányoztak azok a tudományos intézményei, amelyek fontosak a szembenézéshez. Tehát fontosak ahhoz, hogy fel tudjuk tárni a múltunkat. A két háború között gyakorlatilag ilyen tudományos intézmény nem volt, és a második világháború után sem volt, hosszú évtizedeken keresztül, és gyakorlatilag a szlovák rendszer, a csehszlovák állam leginkább azt szerette volna, hogy elfelejtjük a múltunkat, nem is támogatott ilyen irányú kutatásokat. Ha például a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetébe bekerült egy-egy magyar ember, akkor ő nekik mindig olyan munkát adtak, aminek semmi köze nem lehetett a szlovákiai magyarság múltjához. Mondok egy példát, Vadkerti Katalin, aki annak idején ott dolgozott, akit mi úgy ismerünk, hogy ő a hontalanság éveinek az első fontos feldolgozója, a trilógiájával. Ő, amíg a Tudományos Akadémiának volt a munkatárs, addig a dualizmus kori mezőgazdasággal és cukorrépa termesztéssel foglalkozhatott csak, de nem foglalkozhatott semmivel, ami a szlovákiai magyarságot érinti. És emiatt óriási késésben vagyunk. Emiatt csak a rendszerváltás után tulajdonképpen önerőből kezdődött meg az az intézményépítés, amely alapja annak, hogy ma már valamit tudhatunk. És ez az intézményépítés folyik országos szinten is, gondolok itt a Fórum Intézetre, vagy a Sejános Egyetemre, és folyik helyi szinten is, gondolok itt például arra, amit Békovács István csinálni Trímaszombatban. Noha ő nem várta meg ez a rendszerváltást, ő korábban elkezdte, de gyakorlatilag szerintem itt is egy fordulópont a rendszerváltás ilyen szempontból. De azt, amit elmulasztottunk, azt soha nem tudjuk már visszahozni. Tehát az első 70 év, amíg nem folyt kutatás, azt jelentette, hogy elmentek közülünk emberek, akiket senki nem kérdezett meg, senki nem kérdezte meg az emlékeiket, kidobálták a levéltárainkból azokat az anyagokat, amelyeket most már nem tudunk kutatni. Hát itt az utolsó utáni pillanatban vagyunk, hogy ezt a 90 évet feldolgozzuk. Tehát én bevezetőként ennyit mondanék, és aztán majd még ez folytatjuk. Ez Pista bácsi? Hát kapcsolódva a Simon Attila által mondottakhoz, akkor én egy kicsit, hogy mondjam, korlátokat szabok magamnak, és maradok Trímaszombatban. Nyugodtan. Ami igaz a szlovákiai, vagy akkor az a szóhasználata a szlovenszkói magyarságra, az nagyjából ugyanúgy érvényes Trímaszombatra, vagy még ugyanúgy abból, hiszen úgy végig gondoltam a múltkoriban, ha pár évvel visszamegyünk az időbe, akkor jószerivel alig találunk olyan, ha úgy tetszik, tudományos igényű írást, amely az impériumváltás rimaszombati vonatkozásaival foglalkozna. Hogyan lett Trímaszombat Csehszlovákiának a része? A mikrotörténelemnek milyen mozzanatait kellene számon tartani? Akik mondjuk regényt olvasnak, elolvasták Győri Dezsőnek a trilógiájából az erre vonatkozó részt, meg más munkáit, akkor némi információt kaphattak, de hát ez szép irodalom. A tudományos irodalmat illetően bizony nagyon sanyarú a helyzet, a levéltári források lényegében föltáratlanok, gyakorlatilag csak csemegézés történt ebben. Nem ismerjük azt, ami már az impériumváltást követi, tehát az a két évtized. Arról is alig tudunk valamit, a sajtó, a regionális sajtó, amit ugye általában, hát ez a gyakorlat, hogy a tudós emberek, elnézést kérek mindenkitől, hogy bárki Attila legkevésbé találva érezze magát, általában nem szoktak regionális sajtóval foglalkozni. Ez a helytörténet, mondják ők. Pedig ez a helytörténetnek nevezett valami egyébként, a kifejezést én nagyon nem szeretem, és magamat nem tekintem annak helytörténésznek, tehát ezek a regionális sajtó, legyen a gömörkisfontról szó, vagy a gömörről szó, ezek hihetetlen sok adatot tartalmaznak, részint az impériumváltásra, részint a két háború közötti rimaszombati életre vonatkozólag. Tehát nem állunk jól.
Ha ma megkérdezne az ember valakit itt Rimaszombatban, hogy mégis mit tudna, milyen jelentősebb mozzanatokat tudna felsorolni a városnak a két világháború közötti történetéből, közéletéből, társadalmi vagy kulturális közéletéből, akkor gyanítom, hogy túl sokat nem sorolnának föl. Pedig történt egy más. Alig tudunk valamit arról, hogy hogyan, milyen körülmények között államosították az Egyesült Protestáns Gimnáziumot. Keveset tudunk arról, hogy a helyébe létrehozott csehszlovák, magyar, csehszlováki állami magyar reál gimnázium azon kevés középiskolák egyike volt, amelyek magyar gimnáziumként működtek a két háború közötti időszakban. Nagyon kevés volt ilyen Szlovákiában. És ennek volt csehszlovák tagozata. Kihinni ma már, hogy ez egy magyar gimnázium volt 1938. novemberig, csak csehszlovák tagozatot is nyitni kellett. Mit tudunk mi arról, hogy ebben a városban működött egy Törkő József? Nemrég összeállítottunk, Filip Tamás jóvoltából összeállítottunk egy gyűjteményt, amely ennek az embernek a tevékenységéről ad egyfajta számot. Azt se tudtuk, hogy hol a sírja a temetőben. Úgy kellett beazonosítani. És ki ez a Törkő József, az abbat kérdeznem, hogy így megtudjuk. Csak a nem hát erről azt gondolom, hogy majd Simon Attila más vonatkozásban még többet fog mondani, én csak megjegyzem, hogy politikus volt a függetlenségi párt képviselője, Trianont követően pedig a Magyar Nemzeti Pártnak lett az elnöke, szenátor volt a prágai nemzetgyűlésben, majd képviselő volt, és 1936-ig, illetve 36-ig, ha jól emlékszem, amikor meghalt, tehát 38 tavaszán meghalt, addig Törkő József volt Rimaszombatban a totum factum, a nélkül a szellő nem rezdült a főtéren. Ha ő azt mondta, hogy kint verőfényes nap van, akkor bólintottak, hogy az van. Ha azt mondta, hogy esik az eső, akkor bólintottak rá. Ő volt a két magyar párt szövetségének, koalíciójának a vezetője, ról nevezték el Törkői pártnak. Mit tud a mai rimaszombati ember róla? De nem csak itt politikai. A nevét, és rövidre fogom, tehát a nevét persze is eltagadták. Még egy-két megjegyzés. Ki tud arról, hogy két hát országos jelentőségű rendezvénynek is helyszíne volt a város. A csehszlovákiai magyar főiskolások gyűltek össze 1927-ben, hogy egy országos szervezetet hozzanak létre. Az egy más dolog, hogy aztán ez hamvába hult. Vagy a csehszlovákiai magyar társadalmi szervezetek szövetségét itt Rimaszombatban akarták megalakítani. Ki és mennyit tud arról, hogy Rimaszombat milyen szerepet játszott a Szlovákiában rekett, vagy Szlovenszkóban rekett reformátusok életében, hogy Pálóczi Cinke István rimaszombati lelkész lett az első püspöke ennek a református közösségnek. És lehetne sorolni, de én most nem fogom, majd még más összefüggésben visszatérhetünk rá. És például, tehát elhangzott már nagyon sok minden politika, társadalmi szerepet vállaló személyek is, de például a művészekről, az írókról, róluk is nagyon keveset tudunk erről az időszakról. Nagyjából most az utóbbi években emelkedik ki Esterházy János, akit ugye ebből az időszakból szoktak így, hát most nem negatív értelme, de piedesztálra emelik, hogy mégis ő volt, aki ugye egybe képviselte ezt a szlovákiai magyarságot, ugye aki az ominózus szavazáson a zsidó törvények ellen szavazott, de rajta kívül is azért elhangzott azért egy pár név, akit érdemes megemlíteni, és most, ha én most gyorsan, én kvízszerűen, ki jut még eszünkbe? Hát nagyon sok mindenkit lehet mondani, de jó, hogy Esterházy nevét említette, ugyanis itt az a nagy baj ezzel, amit Pista mondott, hogy nem ismerjük, hogy minden közösségnek kellenek olyan szimbólumok, amelyekkel tud azonosulni, amelyek segítik őt tulajdonképpen az életét megélni. Na most a szlovákia-magyar közösségnek nincsenek ilyen szimbólumai. Tehát nem csak olyan szimbólumaink nincsenek, hogy nincsenek szimbólum, nincsen zászlónk, nincs himnuszunk, nincs, amivel tudnánk azonosulni, és higgyék, ezek nagyon fontos dolgok, mert ennek közönségépítő ereje van, de nincsenek olyan személyiségeink, akik feldolgozottak, és akikkel fel tudunk mutatni, tehát oda tudjuk, mert az kevés, ugyanúgy vagyunk, mint az iskola, kevés azt mondani, hogy menjen egy gyerek magyar iskolába. Nem az kell, hogy menjen, miért menjen oda? Azért, mert többet ad, mint a másik iskola. Ha még nem tudjuk felmutatni, hogy többet ad, addig hiába mondjuk, hogy menjen magyar iskolába. Úgy vagyunk a személyiséggel, fel kellene tudni mutatni, hogy mi miben vagyunk többek, mint egy másik közösség. És ehhez kellene
azonosulni tudni emberekkel. Ma az utóbbi évtizedben mindig előjönnek Eszterházival, de nem biztos, hogy mindig Eszterházit kellene előhozni, és nem biztos, hogy Rima Szombatban őt kellene előhozni, vagy nem biztos, hogy Tornaján, vagy itt Gömörben, mert ennek a régiónak is megvoltak azok az emberek, akivel könnyebben lehetne azonosulni. Pistával mondta Törkölit, de mondhatnánk Szent Iván Józsefet, akivel ők a Magyar Nemzeti Parkban tulajdonképpen parttársak voltak, és vezették ezt a partot. És aztán sorolhatnánk, itt szó volt a reformátusságról, hát Pista itt nemrég a Gömörországban egy nagyon szép cikket Varga Imre református püspökről, akiről megint nagyon keveset tudnak itt a városban, és lehetne még sorolni ezt a sort, akivel ki lehetne bővíteni, és a szlovákia magyarságnak, mert nem kell nekünk mindig Eszterházit előhúzni, mert Eszterházi is ember volt a maga gyengeségeivel, hibáival. Tehát ő azt lehet mondani, hogy Eszterházi bizonyos esetekben elő lehet húzni, de nem őt kell előhúzni, hogyha arról van szó, hogy ki volt a nagy demokrata, mert biztos nem volt nagy demokrata, az ő gondolkodásának is voltak korlátai. De biztos meg lehetne találni azokat az embereket, akiket elő lehet húzni olyankor, és hát biztos meg lehet találni itt a helyszínen is, írókat is, művészeket is. Én most nem akarok nevekbe belemenni, de ezek ott vannak, és hát Sajnos nem tudunk róluk, mert amíg a történettudomány nem dolgozza fel, addig nem kerülhetnek be a tankönyvekbe. Azért nagyon jó, hogy elindult ez a kezdeményezés, hogy ilyen kis monográfiaik jelenjenek meg, ami Törkölinél megjelent. Most már legalább azok, akik foglalkozni akarnak vele, elolvashatják, hogy ki volt az ember. És a közönség számára ez mégis hogy jöhet át? Tehát, hogy egy városi lakos, aki mondjuk picit érdeklődik Rima Szombat története iránt, a nyugágyába olvasgatva ez, hogy jut el hozzá? Én szerintem eljutnak lassan, tehát itt én úgy figyelem, meg kell mondanom, hogy mindig hazajövök, és akkor azt mondják, hogy hát itt semmi nem történik, ez egy világvége, de ha megnézzük, összehasonlítjuk más régiókkal, Rima Szombatban még mindig sokkal erősebb a lokális, regionális tudat, itt még mindig erősebb a lokál patriotizmus, mint más, és itt vannak mindig olyan emberek, akik ezért tesznek is, mert olyan mennyiségű könyv, amit már Pistai kiadta Gömörről, az más régióban nem jelent meg. Nincsenek más régió, vagy itt meg a kolléganőnek kerényei vannak a könyveit. Egy gyönyörű könyv a dualizmuskori Rima Szombatról. Tehát ezek, itt vannak a dolgok egyébként, csak meg kell őket találni, az értékek megszületnek most is. Csak akkor oda kell ezt lényegében a Gömör Kisfonti Múzeum Egyesület istápolyásában jött létre, tehát ezek a könyvek kiadványok annak köszönhetők, vagy ez inkább magánforrás, ez, hogy kell ezt elképzelni, tehát ez a Gömör Kisfonti Múzeum Egyesület mivel foglalkozik? Mert most nagyon sok mindenben elkezdtünk beszélni, de szerintem maradjunk egy picit ennél az információ terjesztésnél, könyvterjesztésnél, de persze vissza lehet ugrani a másiknál. Na most mielőtt erre válaszolnék, azért megint csak kapcsolódva a szimbólumokról mondottakhoz, hogy valóban kellenek ilyen szimbólumok, és ez a szimbólum lehet egy ember is. Csak megerősítve azt, ami elhangzott Eszterházival kapcsolatban, Eszterházi János a visszacsatolásig semmivel nem játszott nagyobb szerepet a szlovákiai magyar közéletben, mint Törkölj József. Nem akarok összehasonlítani, talán még akkorát sem. Amit Eszterházi tett, az már a visszacsatolás után volt a Szlovákiába, az akkori Szlovákiába rekedt magyarság érdekében, az egy másik történet, akkor Rima Szombat Magyarország része volt. No, de jelképek. Hogy juthatnak el ezek az emberek, hogy tudjanak arról, hogy hova kell kimenni a Rima Szombati temetőbe, és hol van az a kis sírlapocska, emléklapocska, ami például az említett Törkölj József sírját takarja. Lehet úgy, hogy kimennek és megmutatjuk, és akkor tudni fogja. A másik mód, hogy eljussanak ezek az emberek a köztudatba. Az egyrészt a lapkiadás, könyvkiadás, írni róluk, illetve emlékjelhagyás. Bár a könyvkiadás is emlékjelhagyás bizonyos értelemben, de arra gondolok, hogy például most folyamatban van Rima Szombatban, talán erről többen hallottak, ugye a Rima Szombatiak emlékparkja, amelynek pont az az értelme, az alapvető értelme, és ebben különbözik a korábbi gyakorlattól, hogy nem a nagy elszármazottaknak akar emléket állítani, nem a nagy szülötteknek, akik tevékenységük révén némi fényt vetettek a szülővárosukra, vagy arra a városra, ahol jártak, de ők nem éltek ebben a közösségben, ők nem voltak ennek a közösségnek a részesei. Hát például Blaha Lujza, de Petőfi Sándort is bízvást ide lehet sorolni,
némi megszorításokkal még Ferenc Istvánt is, bár ő pár évet halál előtt itt töltött. Tehát Törkő Józsefnek például szeretnénk ott emléket állítani a Rimaszombatiak emlékparkjában. De csak a neve legyen ott. Miért? Azért, hogy akit érdekel, utána nézzen, hogy kíváncsivá tegyük, hogy fölkeltsük az érdeklődést, hogy gondolkodjon el rajta, hogy itt élt egy ember, egy olyan ember, aki közéleti, aktív közéleti életében, mondom még egyszer azt az idegen kifejezést, totum factum, egy meghatározó személyiség volt. Ki tudja manapság azt, és ki tartja számon, hogy Trianont követően 1931-ig Rimaszombatban az önkormányzat tárgyalási nyelve, ügyviteli nyelve magyar volt. Magyarul tárgyalt az önkormányzat, az a 2-3 csehszlovák képviselő, akiket bejuttattak. Időnként már csak legyintettek el, sem mentek az önkormányzat üléseire, mondván, ha minek menjünk oda, amikor egy szót nem értünk abból, ami az ülésen elhangzik. Ma már fordított a helyzet, jelentős. Hova jutottunk már? Tehát azért ezzel a múlttal is, meg az emberekkel is azért érdemes foglalkozni többek között, túl az általános megbecsülésen, hogy valahol erőt merítsünk és tapasztalatot merítsünk a ma és a jövő teendőihez. Tehát valahol ez az értelme, és ennek mondom, sokféle módozata van. Csak egy megjegyzést, mert azt mondtam, nincs himnuszunk, meg nincs szalszlónk, de egyébként a két háború 38 környékén volt egy ilyen himnusz a szlovákia magyaroknak, amit a magyar pargyűlés előtt mindig eljátszottak, és annak a magyarnak lenni című verset is egy rimaszombati ember írta, aki itt volt lapszerkesztő, mondja, nem egy Markus László. Tehát azért mindig, hogyha megnézzük a felvidéki magyarság a két háború közötti történetét, Rimaszombat azért megkerülhet. Tehát ez egy nagyon fontos központ. Valahogy úgy néz ki a jelenkori Rimaszombatiak, valahogy ezt nem nagyon tudatosít. Legalábbis én most annyi új információt, ha nem tudom, a közönség majd utólag a kérdésekben azért megláthatjuk, de én annyi újszerű információt hallok, hogy én csak kapkodom a fejemet és próbálom feljegyezni magamnak, hogy most mi és kicsoda Rimaszombatban. De még egy megjegyzést hadd tegyek, mert ez is fontos. Ha összehasonlítjuk a mai, vagy ha úgy tetszik az utóbbi évtizedek állapotát a két világháború közötti évtizedekkel, akkor azt is szem előtt kell tartanunk, hogy miközben ma többé-kevésbé, hát ha úgy tetszik, van egyfajta idézőjelbe vett fővárosa a szlovákiai magyarságnak, idézőjelbe tettem a kifejezést, ez adott esetben Komáromot szoktuk ugye kiemelni, aminek a két világháború között is megvolt a maga nagyon nagy jelentősége. De abban az időben egy-egy városnak nem volt akkora jelentősége a többiekkel összevetve, mint manapság. Akkoriban minden város élte, minden régió a maga életét, szlovákiai magyarságnak nem volt tudnélik előzménye. Ez nem volt Erdély. Itt nem volt közigazgatási előzmény. Itt tájak voltak, városok voltak, amelyek Trianon után élték a maguk életét, megszokott életét, azzal együtt, hogy már egy új régió, illetve új impérium részei, és itt van a csehszlovák hatalom a maga eszközeivel és szimbólumaival. És például nagyon kevesen tudják talán azt is, hogy volt külön felvidéki, vagy szlovákiai magyar labdarúgó bajnokság. Tehát például most ugye egyetlen magyar tulajdonban lévő csapat van, ugye a Dunaszerdai, a Dac, ami sikeresen bent maradt ugye a Corgonyligában, de régebben volt egy komplett egész labdarúgó bajnokság. Volt rengeteg szlovákiai magyar testnevelési tagozat vagy klub, ugye mindegyik városnak talán megvolt ez, és ezek is feledésbe merültek. Nem is tudom, talán ha ma megkérdeznénk egy iskolást, hogy mondjon három szlovákiai magyar sportolót, aki világversenyen eredményt érte, talán tudnánk mondani? Hát mondjuk én valószínűleg tudnék, mert én figyelek a sportra, de nem biztos, hogy mindenki tudna, de én visszatérnék ehhez a két háború közötti világhoz, mert ez egy nagyon sajátos, érdekes világ volt, ahol az első probléma az volt, hogy egyáltalán ma nagy különbség, ma számunkra alapvető identitás az, hogy mi szlovákiai magyarok vagyunk, kisebbségiek vagyunk. Az akkori ember számára, és ez legyen rimaszombati vagy komáromi, ez volt az első nagy dolog, hogy megszokja ezt, vagy egyáltalán elfogadja. Ugyanis amikor megtörténik, hát gondoljunk bele, ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Mi azt szoktunk mondani, hogy 1918. október 28-án kikiáltják Csehszlovákiát, onnantól kezdve mi csehszlovákiai magyarok vagyunk. De akkor se Rimaszombatban, sehol más, sőt itt az Észlovákiában senki erről nem tudott semmit. Mire ide a csehszlovák államhatalom elér, az valamikor 1919. január 8-10-15 környékén van, nem tudom pontosan Rimaszombatban hanyadikán jönnek be, itt meg még később Gömörbe, mert itt még nagyobb, még komolyabb problémák voltak. Marsüvei korábban bejönnek. És ezt az eleinte nem is tudatosítják az itt élő emberek,
Amikor bevonulnak a csehszlovák csapatok, akkor azt nagyon sok helyen úgy fogadják, hogy azok rendfenntartó csapatok, akinek az a feladatuk, hogy a háború utáni zűrzavarban, mert a háború mindig egy olyan időszak, főleg az őszi rózsasoron után, amikor meggyengül a közrend, fosztogatások vannak esítve, hogy háború után rendet csináljanak, de majd utána kimennek. Csak hát nem mennek ki ezek a csapatok, és valamikor 19. február, március, április, az, amikor rádöbbennek az itt élő emberek, hogy ezek úgy gondolják, hogy ők hosszú távon is itt maradnak. Akkor vannak az első komoly konfliktusok. Amikor Pozsonyban február 12-én 8 embert lelőnek a Vásár téren egy demonstráció során. Kassán a március 16-ai demonstráció során. De arról se tudunk, hogy Füleken ölnek meg embereket, ugyanezekben napokban 3 embert lőnek agyon. Bocsánat. És ezek még feltáratlan dolgok. És Rimaszombatban nem volt például ilyen incidens, vagy összetűzés esetleg? Ilyen összetűzés nem volt. De arra sor került, hogy a várost megszálló csehszlovák csapatokat kiűzzék. Ez Győri Dezső is megörökíti ugye a maga említett regényében. Arra volt példa, de maga a város, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Rimaszombat Csehszlovákia része lesz, akkor határozatot fogad el az önkormányzat, amelyben tiltakozik a Csehszlovákiahoz való csatolás ellen. De egyben leszögezi azt, hogy nem áll módjában, hogy mondjam, ez ellen tenni semmit, de azt lekívánja szögezni, hogy nem tekinti Csehszlovákiát a hazájának, és nyilvánvalóvá teszi, hogy ezt az állapotot egy átmeneti állapotnak tekinti. És hogy Rimaszombat mennyire nem óhajtotta tudomásul venni a realitásokat, az jelzi, hogy harmadjára is visszatérjek még Törkő Józsefhez, hogy ami, ugye azt mondtam, hogy 1931-ig magyar volt az önkormányzat tárgyalási nyelve. Utána nem. De miért nem? Azért, mert az állam nem bírt az önkormányzattal, a magyar önkormányzattal, és egyszerűen mondva csinált okokból felfüggesztette az önkormányzatot, és kormánybiztost rendelt a város élére. De kormánybiztos is magyar volt egyébként. Előbb nem, mert Daxner volt, csak utána jött a Hudicius István, igen, a régi református. No, és miért tette meg ezt? Azért, mert fölkérte a csehszlovák hatalom a várost, hogy tűzze a jelenlévő egység, harci egység, csehszlovák katonaság zászlajára a város jelképét, amit a Törköly vezette magyar önkormányzat kategórikusan megtagadott. No és ezzel aztán ugye kivívta az Istenek haragját, mert hát ő volt az, akit támadni kellett, ő volt a sebezhető ember, és ennek a következménye lett az önkormányzati jogköröknek a felfüggesztése például. De hogy mennyire magyar város volt azért, és ezt tudták egyébként, tehát azért a két háború között nyilvánvaló volt a szlovákok számára és mindenki számára, hogy ha átlép egy határt itt Szlovákiában, akkor magyar vidékre kerül. És ezt tiszteletben is, bizonyos mérték tiszteletben is tartották. Tehát mondok egy példát, amikor valahol le is írtam, vagy mondtam, amikor Ivan Dérer oktatási miniszter 37-ben meglátogatja Rimaszombatot, akkor neki teljesen természetes, hogy ebben a városban magyarul szóljon a magyar polgármesterhez, akkor már Eszenyi volt a polgármester, visszakapta a városa jogait, és teljesen természetes volt, hogy a polgármester magyarul fogadja, és a miniszter is magyarul szól, mert azt mondta, Rimaszombatban vagyok, és őt meg azt mondta Eszenyi, hogy mi annyira igazságos nemzetségi, nem Dérer, hogy mi igazságos nemzetségi politikát folytatunk, és én, mint miniszter garantálom, hogy Rimaszombat mindig is magyar város fog maradni. Mondja ezt egy szlovák politikus 1937-ben. Pár évvel ezelőtt pedig, ha Gasparom is jött volna, így is magyarul fogadják, hát abból meg botrány lett volna. Csak én mondom, hogy azért akkor ez csak visszatér volna, hogy de nehezen fogadták el az emberek, hogy ők szlovákiai magyarok lesznek, és igazából ez, hogy szlovenszkói magyar, ez nem is volt benne ez a fogalom. Mert ahogy itt Pista mondta, nincs az a közösségérzés. Egy királyhelmecinek nem sok köze van a Gömörihez, annak már nem sok köze van a Csalóközé, egyébként ma is nagyon kevés köze van a Csalóközé, nem is tudnak egymásról. És nem voltak tényleg központok, mint Erdélyben, egy Marosvásár vagy egy Kolozsvár. Még 37-ben is, amikor először merül fel az, vagy 38-ban, hogy mikor már bajban van Csehszlovákia, és akkor létre akarnak hozni úgynevezett nemzetiségi statútumot, és gyakorlatilag azzal akarják megmenteni az országot, persze nem tőlünk magyaroktól, hanem a szudéta németektől, hogy kantonizálják az országot, és létrehoznak szudéta német kantonokat, ahol a német lenne a hivatalos nyelv, és amit a németek irányítanak, és létrehoznak egy magyar kantont,
akkor nem tudták eldönteni, hogy most mi legyen ennek a fővárosa, és végül úgy döntenek, hogy Érsekújvár lenne a magyar kantonnak a fővárosa, mert Érsekújvár az egy vasúti központ volt, míg Komárom egy provinciális város volt a Duna mellett, ahol nehéz volt eljutni, és Rimaszombatnak is egyébként mindig ez volt a problémája, a fő nem fekszik Rimaszombat a fővonal mellett. Ez néha egyébként jó is, hogyha ránézünk bizonyos dolgokra, hogy a fejlődés néha gyors elszlovákosodást is hozott, tehát Losonc esete lehet ennek a példa, habár Losonc azért más, de bizonyos mértékig ez mindig is Rimaszombat fejlődésének egy nagy akadálya volt, hogy nem fekszik a vasúti fővonal mellett, és ezen soha nem segítettek. De ez más kérdés, hogy miért nem fekszik ott, ez megint egy érdekes dolog. És a történelem oktatás ebben az időszakban ez egy nagyon fontos kérdés volt, hiszen ugye a magyar iskolák azért valamelyest megmaradtak, nem úgy, mint például 45 után, ahol ugye kompletnek generációkra megszűnt ez a teljes oktatás, de mint a történelem könyvek kidolgozásában is szerepet játszó szakértő, abban az időszakban, tehát a két világháború között, ez hogy nézett ki a történelem oktatás? Tehát a csehszlovák nemzet tudat belenevelése volt a diákokban, vagy inkább az ahol volt hely, akkor ezt megpróbálták, ahol pedig nem, akkor itt folyt a magyar oktatás. Messzebbről kezdem. Azzal kezdem, hogy csehszlovák nemzetségi politika az egy viszonylag liberális politika volt a maga szempontjai szerint. Tehát ők nagyon is tudatosították, ez egy olyan ország, amely sokféle részből van összerakva, sokféle nemzetiséggel, és nekik volt egy fixa idejük, hogy túlélni azt az első 30 évet, és akkor ez az ország megmarad, és szép lassan a saját eszközeikkel egy csehszlovák nemzetállamot létrehozni. Ezek nem voltak erőszakos eszközök, ezért nagyon sok tekintetben ma örülnénk azoknak a lehetőségnek, jogoknak, amelyek akkor rendelkeztek a kisebbség. Például ez a sport dolog, hogy itt volt a törekvés, meg másik, jól emlékszem, a szombati csapatot úgy hívtak, meg más itt ott voltak a csapatok, és így tovább. Például a többnyelvűség. Vagy a többnyelvűség, és hát persze ebben volt egy másik dolog, és aztán visszatérek, hogy a mi problémáinknak az egyik gyökere ma az alkalmazkodás. Hogy a szlovákiai magyarságba belenevelték 45 után, hogy mindig nekünk kell alkalmazkodni a másikhoz. Egy szituációban, amikor ketten találkoznak, akkor a magyar alkalmazkodjon a másikhoz hozzá. A két háború között ez nem így működött, ugyanis ez egy magyar vidék volt, elvártak az itteni emberek, hogyha ide jön egy hivatalnok, vagy más, akkor alkalmazkodjon ő hozzájuk is. És a csehekben nagyon sokszor megvolt egyébként ez a tolerancia, hogy ők megpróbáltak ennek bizonyos mérték eleget tenni. Viszont a csehszlovák nemzetállam elképzelésekben nagyon fontos dolog volt az, hogy ők nagyon féltek ennek az országnak a szétesésétől, ezért a szimbolikus politikában nagyon szigorúak voltak. Nem engedt, mert mindent irredentizmust tartottak. Nem lehetett magyar. Tehát ma például az gond nélkül kimeltünk és megünneplük március 15-ét magyar színekkel, magyar himnusszal. A két háború között ezért büntetés járt volna. Visszaszorult március 15, meg Szent István napja és a templomokba. A templomban el lehetett énekelni, nekem Rimaszombatról nincsenek információm, de Érsekújvár a kapcsolatban találtam több olyan rendőrségi jelentést, hogy Érsekújváron például úgy ünnepelték, a templomba ment a mise. Amikor a mise befejeződött, a pap gyorsan lement a szószékre, hogy őt nehogy felelősségre vonják, és akkor a hívek felálltak, elénekelték a himnuszt. Ott volt mindig titkos rendőrök, azok 5-6 embert össze tudtak fogni, de a többséget nem, és a többség aztán kiment. Tehát ennyire szigorú volt a rendszer, és nem lehetett a himnuszt énekelni, nemzeti színeket használni, zászlót használni, és így tovább. Szavát ne feledj el, Rimaszombathoz térjük vissza, gyors ugrás, aztán visszatérjük a történelem oktatáshoz is. Rimaszombatban volt ilyen eset ehhez hasonló, vagy itt az egyházakat említette Attila. Tehát például a rimaszombati felekezetek, ugye ez akkor még zsidó közösség is volt, népes számú. Hogy viszonyultak ehhez? Tehát például a rimaszombati egyházi közösségben voltak nagy számú szlovák, vagy mindenki magyar volt? Hát, hogy mondjam, a statisztikát, kénytelenek vagyunk a statisztikát alapul venni, mert más forrásunk nincs, hogy aztán ezt mennyiben tartjuk hitelesnek, az egy másik kérdés. De Rimaszombat lakossága azért a századfordulón és azt követően fokozódó mértékben fokozatosan növekszik a magyarság aránya, de az itt a 17. századtól nem kérdés ebben a városban, hogy ez egy magyar város, ahol természetesen éltek szlovákok mindenkor, hiszen a nyelvhatáron vagyunk, Cserencsény már szlovák, tehát értelemszerűen éltek itt szlovákok, de az ő százalék arányuk vélhetően soha nem haladta meg a pár százalékot, fölment a 20. század elején, 19. század végén úgy 10% körülire. De ez a város egy magyar város volt. Ami a felekezeteket illeti,
a reformátusok azok értelemszerűen magyarok. Ez ugye 1771-ig ez a város magyar és református. Amikor a két másik felekezet meghonosodik újra a városban, akkor az evangélikusok először zömmel szlovákok. Ezt tudomásul kell venni, ugye rimaszombati, tamásfalusi evangélikusok eredetileg zömmel szlovákok voltak, akik nyelvileg aztán később elmagyarosodtak. Már a katolikusok az megint egy másik kérdés. Na most a zsidóság kérdése az egy nagyon sajátos eset, mert ugye az általános csehszlovákiai jelenség, erről Attila többet tud mondani, hogy a csehszlovák hatalom éppen az országnak a nemzetiségi összetétele miatt azért, hogy mondjam, megkörnyékezte ezt, most a szót megint csak idézőjelbe használom, magyaran bevezette a zsidó nemzetiséget, mint olyat. És ez nem a zsidóság iránti oldhatatlan szeretet miatt, hanem nagyon is praktikus meggondolásokból, hogy magát a magyarság részének tekintő zsidóságot leválassza a magyarság testéről, és azáltal csökkentse a magyarság számarányát. Ezt Rimaszombatban is eljátszották. Rimaszombatban körülbelül olyan 6-700 zsidó élt a két világháború között, és 1930-ban például a Gemer Malohont, az itt megjelenő csehszlovák heti lap, nyílt felhívást tesz, ahol fölhívja a zsidókat, hogy válják magukat a népszámláláskor szlovák nemzetiségűnek, nem magyarnak. Ennek ellenére a rimaszombati zsidóságnak a zöme az egyszerre volt zsidó és magyar, és a magyarságát megvallotta a java. Hát az, hogy kivételek vannak, azok mindenhol vannak, minden vonatkozásban. De alapvetően a rimaszombati magyarság nem dőlt be ennek a propagandának. És akkor térjünk vissza erre a történelem oktatásra, és itt egy picit megkérnék, hogy akkor most csúszunk bele nyugodtan a második világháború és a szocialista időben, hogy ilyen legyen valami átvezetés, mert ugye ez a történelem oktatás, ez mindig ilyen veszőparipa volt a szlovákiai magyarságban, és akkor, hogy most mit tanítsunk szépen a szlovákiai magyarságról, mit tanítsunk a csehszlovák államrendszerről, ugye az előzményekről, hogy most akkor van-e szlovákság már a 8. századtól kezdve, tehát ez egy olyan nagyon dilemmás kérdés volt már, gondolom, akkoriban is. Visszafogok, de most akkor még rávalok, mert ez a zsidóság probléma az érdekes. Én csak azt akarom, hogy mert Pista azt mondta, hogy nem tudunk mást alapul venni, csak a statisztikákat. De a statisztikákat nagyon óvatosan kell kezelni, azt mi történészek tudjuk. És én ezt Rimaszombat például nem tudom prezentálni, de vegyünk egy másik példát, mondjuk Kassa példát. Kassát mindenki ismeri, közel van, fel szoktunk oda járni. Kassa a 20. században hihetetlen fordulatokon megy keresztül, ha a statisztikákat nézzük. És azért jók ezek azon, mert ha megnézzük, mikor Petőfi oda megy 1840-es években, olyan utalkozva ír a városról, mert azt mondja, hogy nem hallott magyar szót. És ha tényleg megnézzük az 1850-es statisztikát, akkor több a szlovák kassán. 1910-ben már van, és még 1880-ban is több a szlovák. 1910-ben viszont már 74%-ban magyar város kassa, és tizenvalahány csak a szlovákok száma, és meg ott vannak a németek. Most eljön a csehszlovák rendszer, és 1930-ban már csak 19% a magyar, tehát 20 év alatt csökkenés, és a szlovákok száma felmegy 65%-a. És ez minek köszönhető? És aztán mindjárt mondok meg egy példát, ez van 30-ban. 38-ban, amikor visszacsatolta a kassát, akkor csináltak egy rendkívül népösszeírást, és a város lakosságának 76% a magyar, és 10%-a szlovák. Na most hogy lehet az egy városban, ugyanazok az emberek élnek? Ezért a statisztika más. Akkor, amikor csak 19% volt a magyar, akkor is végigment az ember a Kassai utcán, és általában magyar szót hallott. Mert az első republika is egy olyan ország volt, ahol megkövetelték bizonyos emberektől, jó néven vették, hogyha ő valaminek vallja magát. Tehát az állami alkalmazottaknak fontosabb volt, hogy ők azt mondják, hogy én csehszlovák vagyok, mert van állásom, a vasutasoknak, a dohánygyár munkásainak. És itt van a zsidó kérdés is, hiszen a zsidóság, aki évszázadok óta mindig, hogy így mondjam, más etnikumok között él, annak van egy nagyon fontos tulajdonsága a túléléshez, az alkalmazkodás és a lojalitás ahhoz az államhoz, amelyben élek. A dualizmus kori Magyarországon, ahol volt már közel 600 000 zsidó, tulajdonképpen felkínálnak nekik egy lehetőséget.
ha magyarra váltok, segítettek ezt az országot elmagyarosítani, akkor mi adunk nektek gazdasági előnyöket. Ez megtörténik. Ha megnézzük a dualizmus előtt, 1867 előtt, a magyarországi zsidóság nem asszimilált, nem magyar nyelvű, nem magyar kultúrájú, és a gazdasági életben kevés szerepet játszik. Csehszlovákiában is előfordult, hogy, tehát, hogy asszimilálódtak. Igen, csak oda elérek, oda 30 év alatt a dualizmus korában gyakorlatilag a magyarországi zsidóság nagy része magyarra válik. 1910-ben az a 136 ezer zsidó, aki a felvidéken élt, annak a 85% azt mondja, hogy én magyar vagyok. És magyarnak is érzi magát, amelyet a zsidó is, Komlós Radar azt írja, hogy nekünk két bőrünk van, ha azért ütnek, mert zsidó vagyok, az faj, ha azért ütnek, mert magyar vagyok, az is faj. Tehát ők, és közben gazdaságilag is megerősödik ez a zsidóság. És eljön Csehszlovákia, ahol felkínálják nekik a lehetőséget, lehetek csehszlovákok vagy zsidók, de nem könnyen válnak egyébként szlovákkal, mert az asszimilációnak mindig egy fontos hajtóerő az, hogy én magasabbra akarok jutni. Én azért válok magyarra, mert több akarok lenni, mint addig voltam. Most a szlovák nem egy vonzó dolog 1920-ban mondjuk szlovákkal lenni a magyar helyett. Aztán szép lassan ez a zsidóság hajlandó felvenni a csehszlovák nemzetiséget, vagy először a zsidó nemzetiséget, aztán a csehszlovákot is, de megmarad magyar nyelvűnek, és nem csak Rimaszombatban, gyakorlatilag az egész republikában tele vannak az újságok olyan cikkek, ahol a szlovákok arról panaszkodnak, hogy a zsidók miatt van az, hogy a városainkban mindenütt magyarul beszélnek a villamosokon, és így tovább. Tehát ez a kérdés, ez egy nagyon érzékeny dolog, és valószínűleg Rimaszombatban is kicsiben ez volt, mint Kassan, ha itt nem voltak ilyen nagy bukfencek Rimaszombatban, de mindig óvatosnak kellene a statisztikákkal. És az oktatással kapcsolatban meg azt mondtam, hogy nagyon félt Csehszlovákia a szimbolikus dolgoktól, ami az oktatásban azt jelentette, hogy ugyanaz volt tulajdonképpen, amit a mai napig próbálnak erőltetni. A történelemtanítás az úgy nézett ki, hogy megírták a csehek a történelemkönyvet, és azt lefordították magyarra. És gyakorlatilag nem nagyon lehetett mást tanítani, mint a hivatalos történelmet. Én persze találkoztam, mindig a tanárom múlik, találkoztam olyan történelemtankönyvvel, ahol össze voltak ragasztva azok a lapok, ahol Masaryk szerepelt. Azt mondta a tanító bácsi, fia, gyerekek, ragasszátok össze a lapokat, nincs erre nektek szükségetek. De nagyon kényesek voltak ezekre a dolgokra. Nekem egyszer Tamás Ilonka néni mesélte, hogy ő, amikor a 30-as években Nagy Balogon volt tanítónéni, akkor valamelyik, mert ott tartották a képviselőgyűléseket az iskola épületében, hogy valaki véletlenül Masaryknak a szájába egy pipát rajzolt. És akkor jött a tanfelügyelő, és akkor látta, és ebből milyen komoly probléma volt, hogy így megsérteni az államelnököt. Tehát ők nagyon érzékenyek voltak ilyen dolgokra. És ez az érzékenység, ez a tanításban 1940 után is megmaradt. Az természetes, hogy 45 és 48 között nincs magyar iskola, azt tudjuk, de 48 után is még az oktatási miniszter, mikor megnyitják az iskolákat, ez hihetetlen dolog, tehát a kommunista párt, azt mondom, hogy a kommunistáknak köszönhető, hogy megnyílnak a magyar iskolák, de megnézzük a kommunista párt, szóval a kommunista pártnak a 49-ben kiadott határozatot, azt mondja, hogy nyíljanak magyar iskolák, de a magyar iskolák célja a magyarok elszlovákosítása. Így benne van, szó szerint benne van, tehát hogy olyan ideológiát kell ott folytatni, hogy ez szép lassan megtörténjen. És ennek fontos eleme volt a történelemoktatás, amely mindig is arra irányult, hogy mi felejtsük el a saját történelmünket. Csak mondok egy példát, Eszterházy János, hát ki tudta volna Eszterházy Jánosról akkor, amikor én jártam ide gimnáziumba 80-as években, hogy ki az az Eszterházy, 80-as évek elején, ki az az Eszterházy János, senki nem tudta, mert nem csak a történelemtankönyvekben voltak benne, hanem ez olyan eredményes volt egyébként ez a dolog, hogy még otthon se beszéltek róla a családok. Tehát a szlovákiai magyarok tényleg úgy nézett ki, hogy majdnem elfelejtik a saját történelmüket.